Nem hivatalos információk szerint ST egy újvidéki kibérelt lakásban élt feleségével és 5 éves kislányukkal. Miután ma délelőtt összetűzésbe keveredett Daniella házastársával, fejszét rántott és együtéssel végzett áldozatával. A mögöttem látható tömbház első emeleti lakásában történt a gyilkosság. A szomszédok elmondása szerint a gyilkosság idejében a házaspár gyermeke is a lakásban tartózkodott. A szomszédok nem voltak hajlandóak kamerák előtt nyilatkozni a gyilkosságról, de elmondásuk szerint a férjet, aki különben állatorvos, egy visszahúzódó, nem túl barátságos emberként ismerték meg. A házastárs Cservenkáról származik, már régen együtt éltek, és mindketten munkanélküliek voltak. Hogy mi kényszerítette ST gyilkosságra, a további rendőri kivizsgálás alapján deríthető ki. Újvidéken az elmúlt hónapban ez már második családon belüli erőszakos eset. 2 hete egy 42 éves asszony ugrott le a balkonról, azután, hogy férje huzamosabb ideje fizikailag bántalmazta.